Hát igen, alapvetően most megpróbáljuk felérezteni a laptopot. Szóval, hogy a Firefox OS 3.0-as verziójáról fogok beszélni egy picit, de még mielőtt ebbe az egészbe belemennék, beszélek egy kicsit arra, hogy mégis a, mi ez a Mozilla-nak ez a, hát hogy szeretné, vagy mit szeretne elérni ez az egész operációs rendszer témával, meg a Firefox OS mobilon. Igyekszem rövidre fogni. Még egy kis disclaimer, a diák azok angolul vannak, ez nem ér meg senkit, de nincsen rajtuk nagyon sokszor együtt, és még nem fog zavarni senkit. És előadás után tudtok egy kérdéseket feltenni, viszont nekem el kell mennem, úgyhogy akit részletesen különben érdekel a téma, az szombaton várjuk open IT konferencián, mozilások és open source-osok, mindenféle, mindenki oda lesz, aki számít, úgyhogy hogy tudtok még további kérdéseket feltenni. És akkor csapjuk is a közé. Az egész előadás apropója alapvetően az MVC, ez a Mobile World Congress volt, ez már sokadik, azt hiszem a harmadik volt számszerűleg, ami a Mozilla is képviseltette magát a Firefox OS-sel. Ugye nagyjából két évvel ezelőtt, 2013 tavaszán volt az, hogy a Firefox OS útjára indult a Mobile World Congress 2013-ban, és azóta is folyamatosan fejlődik, de hogy mi az, amit bejelentettek a Mobile World Congressen, erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan jutott előrébb a Mozilla szekere. Ugye már a Firefox OS az csak egy része a Mozilla-nak a saját offeringjeinek, ugye már valószínűleg mindenki ismeri, vagy legalább hallott már a Firefox böngészőről, mint legfontosabb termék, vagy legjobban én legismertebb terméke. Ennek a böngészőnek van egy Android telefonon a szánt változata. Lehet, hogy van közületek valaki, aki használja is. Egy elég erős milestone-hoz érkezett el ez az Androidos változata a böngészőnek, ugyanis elérték a 100 millió letöltést az Android App Store-ban, ami azt jelenti, hogy egy néhány százalékos részesedést már egy ilyen nehéz. Ugye nagyon-nagyon nem elég kompetitív a piac, abban a tekintetben pontosabban, hogy pont nem kompetitív, tehát nem nagyon lehet betörni a mobilos böngésző piacára, mert hogy általában az operációs rendszerekkel natívan érkező, ugye Androidon a Chrome vagy a saját Android böngészője, iOS-en pedig a Safari, birtokolja általában a nagy részét, sőt ugye az iOS-en alapvetően ugye az iOS-en problémáznak, hogy ott lehet böngészőt telepíteni, de nem saját motorral. Ugye a Windows Phone-on egyáltalán nem is lehet böngészőt telepíteni, úgyhogy ilyen problémák azért adódnak. Nem nehéz betörni ezekre a piacokra, ez majd fontos lesz a Firefox OS szempontjából. Ugye beszéltünk róla, hogy iOS-en nem nagyon lehet saját motorral böngészőt építeni, és ez sokáig meg is akadályozta a Firefox-ot és a Mozilla-t abban, hogy a Firefox böngészőt kiadja iOS-re. Itt is láthatunk egy elmozdulást, ugyanis elkezdett megszületni a Firefox iOS verziója, ami igazából sajnos ugye csak egy ilyen félvér szamár lehet, ez az Apple nem engedi, hogy a böngésző saját motorját használja az telefonjaira és az egyéb eszközére kiadott mobiltelefonok böngészőknél. Így a Firefox kénytelen a Safari-nak a beépített motorját használni ezen a rendszeren. Viszont egy nagyon fontos előrelépés abból a szempontból, hogy a Mozilla részben a Firefox OS-nek köszönhetően elkezdett service irányba tovább menni. Létrehozható Firefox accountot, amivel például, hogyha aki használ Android-os telefont vagy Chrome-ot, az láthatja, hogy a tabjai, vagy iOS-es Safari-n a tabjai szinkronizálódnak az eszközök között, ott folytathatja az olvasással, ahol abba hagyta, stb. Tehát, hogy egy ilyen ökoszisztéma kiépítése most már a felhasználó kényelmi szempontjából első számú fontossággal bír, és ezt ismerte fel a Firefox is, és a Mozilla annak a képében, hogy egyszerűen nem lehet nem kiadni Firefox böngészőt iOS eszközökre, amik már Magyarországon csak a harmadik,
de világszerte nagyon sok helyen ők a második számú mobiltelefon gyártó és szolgáltató. Van. Tehát, hogy van ám a Firefox IoT eszközökre is. Néhány héten ezelőtt velünk tartott, az hallhatott a JavaOS nevezető dologról. Ennek volt valaki, ennek az előadás előtt már korábban beszéltem erről. Ez gyakorlatilag a Firefox OS-nek egy kicsit módosítása, hackerése, ami arról szól, hogy nagyon olcsó mobiltelefonokból készíthető, olyan hackereknek szánt, ügykölhető, programozható internetre kapcsolt eszközök, amelyekkel utána mindenféle dolgot el lehet látni. Például nagyon erős integrált nagyon nagy teljesítmény integrált árakörök vannak egy 30-40 dolláros telefonban is, amelyek normál esetben hackereknek szállt ilyen Raspberry Pi és hasonló megoldásukkal, ugyanazokkal a képességekkel felvértezve, mint például, hogy legyen hálózati kapcsolat, tehát mobiltelefonos kapcsolatra legyen képes, akár 2G-n, akár 3G-n, wifi legyen benne, szenzorok legyenek benne, ez több száz dollár egy ilyen kütyüt összerakni a jelenleg rendelkezésre álló ilyen hackerhető, ilyen hacker barát ilyen eszközökből, mint a Raspberry Pi, az Arduino, és még sorolhatnám a rengeteg féle lehetőséget erre. Ez is azt bizonyítja, hogy a magát a platformnak a nyíltságát bizonyítja, csak úgy, mint a Mozubben Hart nevezetű projekt, ami hasonló, a Raspberry Pi-hoz hasonló eszközöket próbál gyártani, amelyeken Firefox OS fut. Ezek szintén hackelhető és jól használható eszközök. De hogyha már ennyit beszéltük róla, akkor kénytelen vagyok megemlíteni, és szintén a Mobile World Congress-en jött elő ez a dolog. Hát ki tudja megtippelni, hogy ez micsoda? Ez nem egy kamics. A közepe kukucska. Igen, valaki kukucska a közepén, ez kérlek szépen Firefox Wearables, azaz ez egy gyakorlatilag egy zsebóra, okos zsebóra. Szintén a Mobile World Congress-en mutatkozott be, Ransomware nevezetű eszköz. Ugye nagyon most mindenki erre pörög, hogy a karórák, meg nem tudom micsoda, és hogyha az LG, azt hiszem kijött a G-Watch R-rel, amelyiknek kör alakú kijelzője volt, és hogy ez mekkora királyság. Mert ez a Firefox OS mutató eszköz is ki a kör alakú kijelzővel rendelkezik. Minden tud, amit mondjuk egy iPhone-nal tudtok csinálni, például tudsz telefonálni vele, tudsz SMS küldeni vele, van benne GPS vevő, van benne accelerométer, felcsaphatod például a kerékpárodra, és használhatod mondjuk egy megfelelő alkalmazással, mint navigációs eszközt, vagy például használhatod sebességmérésre és hasonló dolgokra, mindeközben pedig egy nagyon prémium anyagokból készült dolog, és a legjobb dolgot nem is mondtam, a teljes belsejét cserélhető. Tehát hogy a prémium alapanyagokat, ez látszik, hogy ilyen ében van, meg hasonló dolgokkal van fedve ez a dolog. De hogy a memória chiptől kezdve minden cserélhető az eszközön belül, ezért is mondják ilyen erodult device-nak, azaz ilyen akár a gyerekeidre hagyományozhatod, és majd az anyuci porcelán vázája mellett ott fog majd figyelni a ránszívül órád, mert hogy ha például, hogyha a technológia eljut odáig, hogy kevés bizonyul az a memória, akkor egyszerűen egy megfelelő memória chip kicserélésével tudod például a belső hardware-t javítani benne, feljavítani. Így néz ez ki, tehát hogy ez tényleg egy múra, tényleg egy zsebúra. És itt nem áll meg a vonat, vannak még ennél sokkal cifrább dolgok is, de egy egészen hétköznapi dolog is futtat már Firefox OS-t. Ez kérlek szépen egy Panasonic televízió. A Panasonic már tavaly a Mobile World Congress-en is bejelentette, hogy ő bizony Firefox OS fog használni az okos tévén. Ugye ezt mindenki más használ. Vannak, akik HTML alapú rendszereket, például azt hiszem a Samsung a Tizen támogatja. Vannak, akik WebOS-re építenek, vannak, akik teljesen androidos tévék, ugyebár a Panasonic úgy döntött, hogy ő Firefox-ot fog használni, és ugye nagyon sokszor megkapják az ilyen webes meg hasonló rendszerek, hogy teljesítményre, meg nem tudom micsodára, milyen rosszak, meg nem használható. Most a Firefox OS, ez itt, amely a képen láthatjátok, ez egy 4K felbontású televízió, egy 63 inches televízió.
applikációkon keresztül a mindent megjelenít, tehát hogy rendes okos tévé, internetezni lehet rajta, hogyha szeretnél YouTube-ot nézni vele, lehet, ha szeretnél. És például a Firefox OS eszközökre úgy, ahogy be tudsz rá jelentkezni, és tudok távirányítani úgymond egy Firefox OS eszközről, mint ahogy egy, mondjuk egy androidos telefonról tudsz egy androidos tévét távirányítani, annyi különbséggel, hogy ezt nem csak Firefox OS telefonról tudod távirányítani, hanem egy bármilyen modernből készült futtató eszközről, legyen az laptop, egy iOS-es mondjuk iPad, egy nem tudom, Nokia S80 futtató mobiltelefon, tehát hogy az a lényeg, hogy aminek webhozás férése van, és egy megfelelő modern HTML böngészője, az hozzá tud férni és csatlakozni tud, és távirányítani tudod vele a tévédet, nem várja tőle senki, hogy te Firefox OS-es telefont vegyél hozzá. És akkor, ha már ennyit dumáltam arra, hogy Firefox OS, akkor alapvetően ugye a Firefox OS az mobil lock lett kitalálva. Ez a Firefox válasza arra, hogy a mobiltelefonokon minden szolgáltató, minden gyártó saját böngészőit részesíti előnyben, és megpróbálja kizárni a konkurenciát. Így ugyanúgy, mint annól az Internet Explorer 6 idején jön a Firefox, és megpróbál egy nyílt megoldásra rendelteni a piacon. Hogy ez mennyire sikerül nekik, vagy nem sikerül, azt majd eldönti a jövő. De nagyon sokszor kapják meg, ugye ezek a telefonok HTML és JavaScript-et futatnak, ami állandóan és folyamatosan az emberekből azt váltja ki, hogy ez, de a HTML az lassú, mert hogy natív hozzáférése van szükség, hogy valami bármi értelmesen ki lehessen hozni ebbe a dologból. Úgyhogy most szeretnék nektek mutatni egy demót, ami egészen egyszerűen böngészőbe fog működni. Tehát, hogy itt semmilyen pluginről nincsen szó, semmilyen flash nem fut a háttérben, még csak nem is az eszköz grafikus kártyájához nyúlunk hozzá valamilyen egyedi plugin segítségével, amit látok, az natívan a böngésző WebGL-ét használja, és natívan a böngészőnek ezeket a lehetőségét aktálza ki, anélkül bármit telepítenetek kellene, ha sikerül. Amit látni fogtok, régi motorosok talán ismerik a Wipeout nevezetű játékot. A Wipeout ez egy PlayStation-re, anno PSX-re megjelent játék volt. Amit pedig láttok, és ezt mindjárt meg is próbálom megmutatni, hogy ez egy böngésző, és semmi más nem fut benne, mint hogy egy ilyen canvas-szen, ez a demo. És megpróbálom váltani. Jó internet. Erről is majd szólunk még mindjárt. Hogy ez a technológia, ez mit teszi lehetővé? Ez egy ESMJS nevezetű technológia. A Mozilla szoftvereit, tehát a Mozilla Firefox böngészőt és a Firefox OS-es telefonokon túl a Chrome böngészője is támogatja, az Internet Explorer-nek a legújabb változata is támogatni fogják, tehát így abszolút nem arról van szó, hogy Firefox OS-re vagy Firefox böngészőre van szükségetek ahhoz, hogy ezt a technológiát kihasználni tudjátok, hanem az ESMJS technológia az előbb-utóbb remélhetően minden böngészőbe eljut, és a webes weboldalaitoknak a készítőit felruházzák azzal a lehetőséggel, hogy ők valóban látványos, valóban nagy számítási teljesítményt igénylő honlapokat és a webes alkalmazásokat tudjanak létrehozni webes technológiákkal, anélkül, hogy bármit telepíteni kellene pluszba a számítógépre. Megint csak egy apróság, ugye, nagyon sokan problémának élik meg az, hogy több, miközben a nyugati világ éppen az iPhone 8-on és a nem tudom milyen Android 5.93-on van túl. A keleti világban nagyon sok a régi telefon, nagyon sok a rossz telefon, még mindig nyomógombos,
technológiákat használnak az emberek, stb. Tehát, hogy az okos telefon penetráció a nyugati világban nagyon jó, viszont a világszerte nagyon rossz. És ezt is megpróbáltam, ugye annó a legeső pillanatban, amikor kijöttek a Firefox OS-es készülékek, azzal ellensúlyozni, hogy például Indiában, például Bangladesbe megfizethető áru telefonokat adtak ki. Én ezt a dolgot a Mozilla idén még egy kicsit magasabbra emelte ezt a lécet, ugyanis az Orange-al karöltve Afrikában is kiadott egy telefon ajánlatot, amely amellett, hogy egy ilyen 35 euróban és 40 dollárban kerülő telefonról van szó, és ez egy okos telefon, tehát hogy színes kijelzős, érintő kijelzős, modern repülőgépszerűvel, alkalmazásmutatásra képes, stb. Tehát elérhetőek rajta azok a szolgáltatások, vagy legtöbbi a szolgáltatásoknak, amit valaki használni akarhat. Ez egy internetképes eszköz. És hogyan tud lehet ezt még überelni? Hát úgy, hogy az Orange-tól mindezért az összegért 6 hónapig folyamatos beszédkapcsolatot, tehát telefonálási lehetőséget és adatkapcsolatot is kapsz. Tehát ugye a 40 dollárban nem csak a telefonára van benne, hanem az, hogy 6 hónapon keresztül egy bizonyos minimális adatforgalmat a telefonoddal bonyolítani tudsz. Azaz megoldott az is, hogy az internetet valóban el tud érni, ne csak az eszközöd legyen meg hozzá, ami nyilván nem mindenkinek adatik meg, mert azért 40 dolcsi afrikai országokban ez azért elég komoly dolgé tud lenni bizonyos területeken. Tehát, hogy megpróbálták ezt a dolgot az internetnek a nyíltságát kiterjeszteni azokra az emberekre és azokra a területekre, ahol ez eddig nem volt elérhető. De hogy akkor mit hoz a jövő, ez a kérdés. Hát a Firefox OS 3.0-ról még elég keveset lehet tudni. Azt tudjuk, hogy teljesen újra lett gondolva a rendszer. Bár érdekel szép sikereket az operációs rendszernek a fejlesztésével, a telefonok kiadásával, Bangladesben, Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában, 30-nál több is országban jelennek meg a telefonok, de azért érezhető, hogy ez egy kezdet volt, és hogy ez nem úgy sikerült elérni bizonyos rétegeket, ahogy szerettek volna. Úgyhogy a jövő Firefox OS-e az kicsit talán előre is mutat ebben a tekintetben. Eddig ugye az volt a cél, hogy egy nyílt operációs rendszert adjon az ember kezébe, vagy egy szolgáltató kezébe, aki mobiltelefont szeretne gyártani, aki nem akar függni mondjuk az Apple-nek, vagy a Google-nek, az Android-nak a békjóitól, aki kis hardware-en is futóképes okostelefonos operációs rendszert akar. És ugyebár jöttek nem véletlenül a sirámok, hogy az emberek nagy része a nyugati világon nem volt hajlandó Firefox OS-t használni, egészen egyszerűen abból kifolyólag, hogy a felhasználó élmény keleti mércével bár tökéletes volt, vagy keleti mércével sokkal jobb volt, mint a rendelkezésre álló lehetősége. Nyugati mércével viszont, ahol el vagyunk kényeztetve Androidos és iOS-es és Windows Phone-os és Blackberry-s és nem tudom milyen telefonokkal, itt azért nem sikerült felnőni a feladathoz, így a közeljövőben azt lehet látni, és ennek az elmozdulásnak volt egy jó példája, a Japánban megjelent FX0 nevezetű telefon, hogy a Mozilla megpróbál kicsit a hackereknek, kicsit az érdeklődőknek, kicsit az open source közönségnek, kicsit azoknak az embereknek kedvezni, akik valóban szeretnének egy telefont, ami nem feltétlenül követi minden egyes lépésüket, hogyha nem szeretnék, aki az open source világból jöve szereti, hogyha a telefonja ugyanúgy konfigurálható, ugyanúgy hackelhető, testre szabható, mindenféle limitációk és határok nélkül, aki nem szeret függni a felhasználó, vagy a telefon készítőjének a több ezer oldalas ilyen felhasználói end user agreementjeitől. Úgyhogy az FX0 ez egy nagy teljesítményű, nagy felbontású kijelzővel, 1,5 GB memóriával, stb. Rendelkező telefon. Ez Japánban jelent meg, mint egyfajta tesztként, vagy pilot programként. Egy híres japán tervező tervezte, akinek a nevét most nem fogom tudni sem idézni nektek, sem pedig lebetűzni. Úgyhogy
ez a japán úriember, és most pont nem fogjátok látni, amiről beszélünk, szóval ez a japán úriember ez kitalálta, hogy a transzparencia jegyében miért lehetne a telefon is átlátszó, és egy nagyon stílusosan, hát kinek bejön, kinek nem, nagyon stílusosan összerakott, átlátszó ilyen plexi házban, a legalsó, az pont nem látszik, van ugye ez a Hongkong, ez egy Firefox logót formáz, tehát egy nagyon ízlésesen összerakott, nagy teljesítményű telefonról van szó, ami a Firefoxnak a legújabb operációs rendszerét, ez jelenleg a 2.2-es mutatja, és tehát, hogy ez lehet az egyik irány a jövő tekintetében. Amit még lehet tudni, az az, hogy előre mozdulnak más lehetőségekben. Itt, amit láttatok korábban, ugye nem töltődött be az oldal, ugyanis az internet az kicsit lassúcska. Erre is megoldást próbál kínálni a Firefox-ról, és ugye eddig is volt a Firefox-ról esetben telepíthető alkalmazások, amiket csomagolva letölthettetek. Azonban a jövő az már most is látszik, hogy egy bizonyos service workerek nevezetű technológia felé mozdul. Ezekről annyit kell tudni, hogy ezek lehetővé teszik egy arra felkészített weboldal az offline használatát. Erre korábban is voltak lehetőségek, például biztos megesett már veletek, hogy a laptopotokon például megnyitottátok a Gmailt, és annak ellenére, hogy nem volt wifi, a megnyitott Gmail tudtátok tovább használni, és korábban már megnyitott leveleteket újra el tudtátok olvasni, anélkül, hogy csatlakozva lettetek volna az internetre. Most ennek a technológiának a továbbfejlesztéséről beszélünk, ami lehetővé teszi azt, hogy alkalmazások annak ellenére nem is legyenek elérhetők internet kapcsolat nélkül, hogy azt nektek előzetesen telepíteni kelljen, hogy azt előzetesen le kelljen tölteni a telefonra, és ez mindez csak a fejlesztőktől függ. Nagyon sok hasonló technológiával próbálnak igazából 3.0-ban előjönni azzal, hogy valóban a felhasználónak kedvezzenek, és eddig ugye az ár volt a fő fókusz a Firefox OS-es telefonoknak, megpróbálni valahogy elmenni a konkurenciának, megpróbálni egy ilyen megfizethető áru, jól működő lehetőséget nyújtani a felhasználóknak. Most viszont a felhasználó élmény kerül fókuszba, azaz a felhasználó élményt próbálják javítani. Sajnos nem tudok többet mondani nektek erre a dologról. Jelenleg még minden eléggé képlékeny, és elég sok kérdés van még. Úgyhogy ez később fog kiderülni, hogy pontosan milyen irányba halad tovább a Firefox OS-nek a szekere. Jelenleg pont azzal együtt, hogy én itt beszélek, azzal együtt a Mozilla főhadiszállásán, Mountain View-ban van egy videóhívás, ahol pontosan erről beszélnek most a mozillások. A világon szerte ugye vannak ilyen körkapcsolások, ahol a mozillások megtudhatnak többet a Mozilla házatáján folyó egyes új fejleményekről. Most éppen egy ilyen hívás kerülés közepén vagyunk, úgyhogy az előadások után egy órával már valószínűleg többet tudunk. Aki pedig érdekel, hogy milyen az, amikor többet tudunk, annak figyelmét tudom ajánlani az Open IT nevezetű konferencián. Ez az Zuglói Egyetemen lesz szombaton. Ezzel nem csak mozilások lesznek ott, hanem az IT-nak, az nyílt forráskódú szoftvereknek a propulásai közül szinte mindenki, úgyhogy Linuxosok és nem tudom, open source-osok és fordítósok és mindenki, aki csak szemszáj megkíván. És természetesen ott leszünk mi is, úgyhogy akik érdekelnek ezek a dolgok, azok tud tőlük is kérdezni, ki tudják próbálni ezeket a Firefox OS-os munkákat, és tudunk nekik részletesebben mesélni ezekről a dolgokról. Ha nem aludtatok el ezen a előadás alatt, esetleg még fel is keltettem az érdeklődéseteket, akkor keressetek meg nyugodtan az e-mail címemet és a Twitter azonosítómat láthatjátok a szlájdokon, és majd fel lesz töltve a szlájdok a képek, illetve hogy ki lesznek egészítve linkekkel, hogyha többet akartok megtudni egy-egy részéről az előadóknak, akkor ott valóban meg tudjátok nézni ezeket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem, hogy
találkozunk hétvégén, és nem tudom, hogy találkozunk még, és remélem, hogy egyszer lesz nektek is Firefox-os és telefonotok, és ti is úgy érzitek majd, hogy ez megérte ezt a három év szenvedést, ameddig eljutottunk arra a pontra, hogy ez a technológia feljöjjön erre a pontra. Köszönöm szépen! A